Na helló, srácok! Adott ez a szebb napokat is látott... mi ez? Antari? FZ faszom 80 füstgép, amiben már a szivattyú sem az eredeti, a hőfokszabályzó sem az eredeti, ez egy vasalónak a hőfokszabályzó, így jól fel lehet melegíteni a kazánt, az meg az a szivattyú, az meg sokkal többet tud szállítani, mint az eredeti, ami benne volt, ezt így én saját magamnak, de ez. És akkor most kitaláltam, hogy mi lenne, ha megcsinálnám ezt a gépet olyanra, hogy szabályozható legyen a füst. Ugye, mert ez csak ilyen, hogy nyomod, és akkor ameddig nyomod, addig megy. Fogtam egy ilyen panelt, és akkor bekötöttem, és akkor, hogyha ezt elkezdem tekerni, akkor itt szépen lehet adagolni, hogy csak ködöljön mondjuk egész este, egy ventilátort eléraksz, és akkor szépen ködöl. Ha meg ugye kell a teljesítmény, akkor feltekered, és arra gondoltam, hogy akkor készítek hozzá egy olyan távirányítót, mint ami a nagy drága füstgépeken van, van rajta egy megnyomott telibe, nyomja a témát, egy olyan kapcsoló, ami úgy is marad, és akkor ezt a potmétert is belerakjuk, és akkor szépen majd így lehet szabályozni, hogy mennyit nyomjon ez a kis szivattyú. Ezzel így, hát ilyen minibe lehet vele ködölni. Ez már most tényleg az, amikor már mindent is kiheréltem ebből a füstgépből. Egyébként ez ismerős lehet mindenkinek ez a fajta. Hát még gyerekkoromban vettem. Ez legalább 20 éves füstgép, még valahol megvan a számlája is, meg garancia papír, meg minden. Szóval eléraksz egy kisebb ventilátort, és akkor így ködölsz. Igazán impozáns kötegszorítókkal is. Hát amivel éppen itthon tudtam appellálni. Ez a tank is már vagy 50-szer eltölt, ez már ragasztva van, minden most hála jó Istennek nem folyik. De ezt a kis panelt, őt itt, ez egy ilyen teljesítmény szabályozó panel. Hoppá, tekertem közben a potit, mert annál fogva fogtam meg. Illetve nem is teljesítmény szabályozó, hanem feszültség szabályozó panel. És akkor ezt a kis potit majd, nem itt én veszek olyan kábelt, ami 6R-es, és akkor rakok rá ide majd valami csatlakozót. Nem se tudja még valami, mit tudom, sok eres csatlakozóval megoldom, az legyen a legnagyobb flashbe lehet kapni ilyen műanyag dobozokat is, mint például amivel szoktam csinálni a DMX vezérlőt, az bum. Kitaláltam valamelyik nap, ezt így megálmodtam. Csak attól féltem, hogy ugye ebbe a kis szivattyúba így járkál egy ilyen baszás, ami a nyomást előállítja, hogy szív és nyom, és attól féltem, ha nagyon leveszem a feszültséget, akkor nem fog tudni nyomni, de ha jól láttam, olyan 160 voltnál, hogy tudom ezt nektek megmutatni, nincs most itt állvány, 160 voltig, vagy 160 volttól már jól nyomja. Igen, most hogy vagyunk? Most levettem, 130-on nem nyom semmit, és 160 körül itt kezd el dolgozni, itt kezd el pöfékelni, és akkor ez most itt valami, mit tudom én, aha, 160 volt, 162 pontosan. Na hát ennyi, mondja, kitalálok ennek valami dobozt majd ide, meg megálmodom ezt a kábel témát, és akkor kész van a igazi házi sufni tuning füstgép, már tényleg nagyon sufni tuning, nem ér ez az egész ennyit egyébként, mint amennyit elbaszódok vele, mert mit tudom én, 80.000 forintért lehet venni, 80.000 forintért veszel egy komplett olyan füstgépet, ami jó is működik, vagy már lehet, hogy 100 fölött van,
és akkor azzal meg is lehet jelenni. Hát mondjuk ezzel így jelen formában hát nem nagyon lehet, de nekem jó lesz ez. Majd ha lesz 100.000 forintom füstgépre, akkor veszünk. Na ez meg csak egy ilyen kis szösszenet volt, hogy mit balfaszoskodok így vasárnap este itt a műhelybe, miközben elbandi. Megy a kis műhely gépemen. No, erről röviden ennyit itt. Próbálkoztam egy nagyobb szivattyúval, mielőtt mondom megbontom ezt, kipróbálom egy szivattyúval, hogy egyáltalán ha leveszem a feszültséget, akkor tud-e nyomni. De tud nyomni szerencsére, úgyhogy működik a dolog. Úgyhogy erről ennyit a szépséges vasaló hőfokszabályzó, meg hát olyan, amilyen. De működik. Na, sziasztok!